Gyurcsányék ismét helyre tették karácsonyt. Ezt írta az Origó azután, hogy nyilvános vita alakult ki a főpolgármester és a DK között. Karácsony Gergely egy tegnapi nyilatkozatában ugyanis azt mondta, biztos újraindul jövőre a posztért, és nagyon meglepődne, ha a DK saját jelöltet állítana, mert akkor kiderülne, hogy nem is olyan nagy párt. A DK-s Gréci Zsolt erre nagyobb szerénységet és visszafogottságot javasolt Karácsony Gergelynek száz százalék esélyt adok, hogy el fogok indulni. Ezt mondta hétfőn Karácsony Gergely, amikor a Telex arról kérdezte, ismét megméretteti -e magát a főpolgármesteri posztért jövőre. Karácsony Gergely ezzel a mondatával a DK-nak üzenhetett, mert az interjúban arra a kérdésre, hogy Gyurcsány Ferenc pártjának lesz-e saját jelöltje, hozzátette. Ezen én meglepődnék, mert akkor kiderülne, hogy a DK mégsem olyan nagy párt, és szerintem a DK nem akarja, hogy ez kiderüljön. Félő, hogy nem kapna olyan sok szavazatot, mint amivel alá lehetne támasztani, hogy a DK milyen erős párt azt hiszem, ezt nem engedhetné meg magának. Fél nap sem telt el, és Karácsony Gergelynek a DK országgyűlési képviselője az ATV-ben szólt vissza. Gréci Zsolt szerénységre intette a főpolgármestert, jelezve, hogy ahogy a dk politikus fogalmazott, mit engedhetne meg magának. Egy százalékos pártból kilépett főpolgármestertől azok után, amit csinált ezzel az ellenzékkel, mikor elüttette magát a villamossal, és rászabadította erre az országra, és az ellenzékre Márki Pétert, ennél egy kicsit nagyobb szerénységet és visszafogottságot javasolnék. Két nap, 2021. októberében mindössze ennyi időbe telt, hogy Karácsony Gergely elemzők szerint engedjen a nyomásnak és Gyurcsány Ferenc akaratának. Akkor az előválasztás második fordulóját megelőző héten, hétfőn ugyanis a főpolgármester még azt mondta, mindenben együttműködik Márkizai Péterrel. A kormányzás feladatát is megosztjuk egymással. Szerdán már azt, hogy nincs együttműködés, de biztosan nem ő lesz az, aki visszalép a hódmezővásárhelyi polgármesterrel és Dobrev Klárával szemben. Legfő akkor, ha előti a villamos. Nem visszalépek, hanem előre. Újabb két nap múlva bejelentette a visszalépését a miniszterelnök életi kampányomat befejezem. Márkizai Péterrel szemben így akkor a DK jelöltje Dobrev Klára maradt. Több hírportál is arról írt, hogy Karácsony Gergely ezzel újabb alkalommal hátrált meg Gyurcsány Ferenccel szemben, miután a DK elnöke 2014-ben is ráerőltette akaratát a közös listával, amiről Karácsony Gergely később úgy nyilatkozott, hogy idézem, néhány unikumot meg kellett innom ma, hogy el tudjam viselni a helyzetet. Az erőviszonyok 2014 után Karácsony Gergely főpolgármesterré válását követően sem változtak. A budapesti városházára tanácsadók és helyettesek szerepében beköltöztek Gyurcsány Ferenc emberei, a DK elnöke pedig még az eskütételt is az első sorból nézte. Egy olyan párttal, amelyik nélkül nem tud egyébként a mai fővárosi önkormányzat sem működni. Hétfőn az ATV-ben Gréci Zsolt is úgy fogalmazott, a DK nélkül nem képes működni a főváros és maga Gyurcsány Ferenc is rendszeresen üzen a főpolgármesternek arról, hogyan kellene politizálnia. Egészen meghatározó szavam van ebben, igen. Néhány hónapja a Partizánban beszélt arról, hogy nem egyértelmű Karácsony Gergely újraindulásának támogatása. Nem alap értelmezette azt, hogy támogatnátok az újraindulását? Nem rá kell ébreszteni a főpolgármester urat, hogy rossz úton jár. Legutóbb pedig a Spirit FM műsorában fenyegette azzal a főpolgármestert, hogy megvonja tőle a támogatást, ha nem teljesíti a DK kéréseit. Karácsony Gergely erre néhány nappal később nyilvános támadást indított a kormány ellen.